Üdvözöljük kedves nézőinket! Önök a Guta TV adását látják. Szó lesz a közelgő önkormányzati választásokról, a Skola Privata évnyitóján készült Vadkerti Zsapka Sipos Trió koncertjét is megtekinthetik, de képekkel szolgálunk a strandröplabda bajnokságról, és egyéb sporthírekkel és érdekességekkel is jövünk. Köszönjük, hogy nézik a Guta TV-t! Dobrý deň, vážení diváci! Sledujete vysielanie Guta TV. V dnešnom vysielaní prinášame správy o blížiacich sa voľbách do samosprávy, záznam z koncertu tria Vatkerty Žabka Šipoš pri príležitosti otvorenia školského roka v Skola Privata, ponúkame videozáznam z majstrovstiev plážového volejbalu, prinášame športové a iné aktuálne správy zo života mesta. Ďakujeme, že sledujete Guta TV. Szeptember 4-én tartott a sajtótájékoztatóját a nemrégiben alakult Forte. Német Iveta a csapat vezetője bejelentette, hogy újra megméretteti magát a polgármesteri székért. 4. szeptembra sa uskutočnila tlačová konferencia Forte. Iveta Németh, vedúca skupiny, ohlásila svoju kandidatúru na post primátorky mesta. Szeptember 4-én tartotta meg a Forte csoport a sajtótájékoztatóját, tehát bemutatkozott, zászlót bontott a Forte csoport. A Forte jelentése keményen, kitartóan, Forte, két nyelven összeolvasva, te érted. Tehát ezt jelenti a csoport neve. 12-en döntöttünk úgy a csoportból, hogy elindulunk képviselőként, illetve jó magam polgármesterjelöltként. A csoport nagyon jól dolgozik együtt, és éppen ezért nem törekedtünk arra, hogy teljes létszámot indítsunk a helyhatósági választásoknál. Ezek az emberek azok, akik valóban úgy érzik, hogy a közért akarnak tenni, és mindent megtesznek azért, hogy a gutai embereket képviseljék majd az önkormányzatba. Ahogyan említettem, 12-en indulunk, a 12-es létszámból 5-en vagyunk nők, és 7-en férfiak. Tehát itt is törekedtünk arra, hogy a gyengébb nem is képviselve legyen az önkormányzaton. Név szerint először a hölgyekkel kezdeném, tehát jó magam, Németh Iveta, jogász és közgazdászmérnök vagyok. Sok éves közigazgatási tapasztalattal rendelkezem, ugyanúgy összeköttetésekkel a régión belül, de egészen minisztériumi szintekig. A következő hölgy tagunk Pelikán Andrea, aki közgazdász, vállalkozó. Azután Varga Gabriella, aki pedagógus és a Ján Amos Komenszky iskolában tanít. Leckési Anita, vállalkozó, fodrász, és hát ő nagyon jól ismeri a helyi viszonyokat, sok emberrel találkozik. És Leckési Mónika, aki pedig személyzeti főelőadó. A férfiakat Angyal Béla, épp villamosmérnök, illetve helytörténész alkotják, Ferenc László, aki építészmérnök, Németh Péter, pedagógus, edző, Németh Béla, aki vállalkozó, kőfaragó, illetve ismerik őt úgy, mint a Nagyszigeti Gyermeknapok egyik szervezőjét. Telekes József szintén vállalkozó, egy fiatal, agilis fiatalember, akire szintén nagyon sokat tudunk számítani. Füri Arnold, vállalkozó, gépész, ő járja a világot, és több nyelven beszél, tehát rálátása van a világba történtekre is. És Kertai Krisztián, vállalkozó, igazgató és informatikus, tehát ezen a területen belül is képviselve vagyunk. A sajtótájékoztatón nem arra törekedtünk, hogy a programunkat részletesen előadjuk, csak bemutatkozni akartunk, és fővonalakba fölvázoltuk elképzelésünket, ami pedig a változás. Tehát mindenképpen változást szeretnénk, ezt a változást viszont nem erővel, nem erőszakkal, hanem alázattal, nemes küzdelemmel szeretnénk elérni.
Függetlenül attól, hogy hányan fogunk bekerülni az önkormányzatba, mindenképp szeretnénk munkánkat folytatni, vagy bizottságokban, vagy egyéb területeken. Tehát amit megkezdtük, ezt a folytatást szeretnénk továbbvinni, és szeretnénk együttműködni más csoportosulásokkal is, de ugyanúgy pártokkal is, amennyiben a célunk a változás megegyezik. Víťazom 4. popového festivalu Maďarov žijúcich na Slovensku v Dunajskej strede sa stala skupina Túlontúl z Kolárova. A gútai Túlontúl zenekar nyerte a Dunaszerdahelyen megrendezett 4. szlovákiai magyar könnyűzenei szemlét. Az eseményre a szemle főszervezője Laca Gergely hívta meg a zenekart, örömmel elfogadtuk és elküldtük a jelentkezésünket. A szemlén 12 másik produkció közül választották ki a miénket a legjobbnak, a fődíj mellett még 2 másik díjat is bezsebeltünk, az egyik az egyéves kiemelt média megjelenés az atempo.sk-n, a másik pedig egy fellépési lehetőség a Supernem zenekar Budapesti nagykoncertjén. A fődíjjal járó jutalom pedig, hogy bekerültünk az Öröm a zene döntőjébe, amelynek a Budapesti Music Expo adott ott október 6-án. Szintén a Fortehoz kapcsolódik az augusztus 8-án a Városi Művelődési Központ előtt szervezett rendhagyó családi nap, melynek fő attrakciója a zenére táncoló víz és tűz bemutató volt. Skupina Forte zorganizovala 8. septembra pred Mestským kultúrnym strediskom Rodinný deň, ktorého hlavnou atrakciou bola show Ohňa a vody v sprievode hudby.
Körkérdés rovatunkban többek közt arra voltunk kíváncsiak, vásárolnak-e színházbérletet a gútaiak. Začína sa jesenná divadelná sezóna. V našej ankete sme okrem iného zisťovali, či obyvatelia nášho mesta kupujú permanentky do divadla. Az ősszel kezdetét veszi a színházszezon, a kulturális ősz. Az utca emberét kérdeztük arról, hogy ők járnak-e színházba, hova járnak színházba, van-e bérletük, és milyen darabokat látnak szívesen itt, vagy esetleg máshol. A 13. Gútai Színház és Kulturális Ősz keretén belül több színházi előadást, koncertet, jótékonysági koncertet, könnyűzenei koncertet hozunk Gútára. Most egy kicsit kitágul ennek az időszaka, hisz szeptember végétől a Gúta 750-es évfordulójának a kezdetétől egészen december közepéig zajlanak az események. Amit kiemelnék a színházi előadások közül, a hagyományosan a Pódium Színház minden évben látogat hozzánk, most Harsányi Gábornak a Bazi Nagy Magyar Lagzi című fergeteges vígjátékát, zenés vígjátékát hozzuk, ami a Bazi Nagy Görög és a Bazi Nagy Roma Lagzinek a mintájára íródott, egy ilyen hagyományos, magyaros, jó kis humoros előadás, illetve a másik hagyományosan Gútára látogató színház, ez pedig a Zente Ferenc Színház, a Salgótarjániak, akik Molnár Ferenc az Ördög című vígjátékát hozzák, itt is nagyon nagy neveket, Bozó Andrea és Fenyő Iván főszereplésével lesz ez az előadás. Ezen kívül kiemelendő még decemberben a Förkin zenekarnak a Karácsonyváró koncertje. A Förkin zenekar az, amelyik az elmúlt 11 év folyam alatt, amikor Gútán a koncert hétvégét szoktuk rendezni, ez az egy koncertünk maradt el a rossz időjárás miatt, illetve a két zeneszám után ezt a koncertet kellett félbehagynunk, és most nagyon kedvezményesen ellátogatnak Gútán. Ennek a külön érdekessége az lesz, hogy gútai iskolás gyerekek fogják megtanulni ezeknek a számoknak a refrénjét, és együtt fogják a zenekarral énekelni. Úgyhogy ez is egy különlegessége lesz. De hagyományosan a gútai líra is ugye megrendezésre kerül, és a gútai helyi szervezetek, intézmények, illetve polgári társulások szintén hozzák a saját kiegészítő programjaikat ebbe a program sorozatba. Gútán szerintem mindenki tudja rólam, hogy nagy színházjáró vagyok, és főleg Budapestre járunk színházba. Természetesen, ha Gútán szerveznek színházat, akkor nagyon szívesen látogatok a gútai színházba is. Van esetleg bérlete valahova? Bérletem jelenleg nincs, de minden hónapban minimum két színházi előadásra elmegyek. Hogyha Gútán kevesebbszer jár el színházba, akkor annak mi az oka, és milyen darabokat látna szívesebben Gútán? Hát, ahogy tudom, a mai közönségnek az az igénye, hogy lehessen mulatni, jól érezze magát, és felejtse el a gondjait. És sajnos azt veszem észre, hogy ez a színvonalnak a rovására megy. Ezért Gútára úgy érzem, hogy elég sok színvonalatlan előadást hoznak, bár az utóbbi időben javulást látok ebben a dologban, úgyhogy tavaly nagyon sok színvonalas előadás volt már itt is Gútán, például a Dunatánc Együttes, amit tudok ajánlani bárkinek, de egyelőre még azt mondom, hogy a Budapest az még mindig viszi a prímet, és oda akárhányszor megyünk, az senkinek soha nem okoz csalódást. És mit szól olyan lehetőséghez, hogy Gútán is lenne lehetőség bérletet váltani? Hát természetesen amennyiben az előadások minősége olyan lenne, akkor természetes, hogy váltanék, illetve javasolnám a többieknek is, mivel ha nem kellene utazni, ugye hát az jelentős pénz megtakarítással is járna. Mivel azért valljuk be, hogy Budapestre eljutni színházba azért nem egy olcsó mulatság. Utolsó kérdésnek, mint tanár lévén, a gyerekeket szándékoznak-e vinni Komáromba vagy ide Gútára színházba, és van-e bérlet vásárolva? Természetesen az idén mindenképpen szándékozunk a Jókai Színházba bérletet vásárolni,
és várjuk szeretettel a Gútai Színház előadásait. Ide mindig elvisszük a gyerekeinket. Hát szoktunk járni színházba, inkább sulival. Nagyon ritkán volt, hogy szülőkkel, de többet járnék, ha lehetne. Tehát bérleted az nincs esetleg valamilyen színházban? Az sajnos nincs. A legszívesebben ilyen vígjátékokat szeretek nézni, és a színház pedig mindegy, hogy hova, csak menjünk. Gútán is bármilyen darabot megnéznék igazából, vígjáték, de bármilyen más kategóriába érdekelne. Szokok menni, mikor jó színdarab van, a lányommal elmegyek. Csak Gútára jár, vagy valahol máshova is? Nem, csak Gútán. Már öreg vagyok arra, hogy máshova menjek. Milyen darabokat lát szívesen? Jót. Kezdődik a színházi szezon, és azt kérdezzük, hogy jársz a színházba. Igen, szoktam járni, és szeretnék most is a következő szezonban. Hát, reméljük össze is jön. Van valahova a bérleted, vagy csak úgy, ha kedvet tartja, akkor elmész arra a darabra, amit tetszik? Is a Jókai bérlet Komáromban, és ezen kívül még, hogyha vannak valami jó kis darabok itt Gútán, vagy akár Megyer, vagy Budapest, mikor, hogy. Ha lenne Gútán bérlet, váltaná itt? Természetesen, biztos. Jó lenne. Milyen darabokat látnál szívesen, vagy milyen darabokat látsz szívesen? Nekem teljesen mindegy. Teljesen mindegy. Szeretem a komédiát, szeretem a musicalt, szeretem a drámát, mindegy. Operát is imádom. Teljesen mindegy. Igen, nagyon szeretek, és járok színházba. Sokszor voltam Budapesten, és oda szívesen járok, tényleg nagyon szeretem. Piroska megszervezi, és hát nagyon jól csinálja, szívesen megyünk. Most, hogy miért nem Gútára? Nyilván azok a darabok nincsenek Gútán. Komáromba is jártam több helyen színházba, és nagyon jó. Tehát meg vagyok én elégedve tulajdonképpen. Nem tudom, hogy Gútán mi lenne az igazán az a darab, amire szívesen eljönni, de szerintem ezek a kabaré és a musical, ezek jó darabok. Úgyhogy hiányzik. Biztos, hogy hiányzik Gútáról olyan több darab, amire van igény, de hogy kéne fölmérni, hogy mire van igény, azt azért a szakemberre bíznám, hogy szóval mérjék föl, hogy egyáltalán mi az oka ennek. Hogy mint tanítónéni a gyerekeket hordják-e színházba, és hogy idén van-e letervezve, van-e bérletük valahova, vagy mit fognak megnézni? Igen, járunk a gyerekekkel is színházba, Komáromba, és úgy tudom, hogy kétszer van bérletünk Komáromba, de igénybe veszük Gútán is a Városi Művelődési Központba. Azt, hogy milyen darabra megyünk, azt még előre nem tudjuk, de biztosan, hogy van bérletünk, és kihasználjuk mind a művelődési utalványokat, mind pedig a szülő hozzáfizet. Úgyhogy ennek nagyon örülünk, úgyhogy járunk tényleg. Tu je jeseň, začína sa divadelná sezóna a otázku máme, že ty chodíš do divadla? Áno, chodila som. Zo strednej školy sme mali také, že akciové stupenky, tak som chodila, áno. A teraz v Kolárove chodíš? Nie, tu už nemám ani čas ani priestor na to, aby som chodila, aby som navštevovala divadlo. Nemám čas na to, lebo zo školy sme mali tie akciové stupenky, ako som spomínala, a tuto už teraz robota, všetko, jedno druhé. A to je v tom, že v Nitre som chodila do divadla Andreja Bagara najčastejšie, a tak tam som mala aj tých svojich hercov obľúbených a takto, tak asi kvôli tomu. Kebyže tu sa vyskytujú tí moji herci a že by tu hrali, tak určite, že by som, ak by som, našla by som si ten čas, určite. Pri príležitosti ich zlatej svadby pozdravilo vedenie mesta v Sobášnej sieni Mestského úradu manželov Majerčíkových. Ku gratulantom sa pripája Gúta TV. 60. výročie svojho Sobáša oslávili aj pán Ondrej Hrabovský s manželkou Juditou. Srdečne blahoželáme. Aranylakodalmuk alkalmából köszöntötték a Városi Hivatalban a Majerčík házaspárt, és gyémánt lakodalmuk alkalmából a Hrabovszky házaspárt. A Gúta TV ezúton is csatlakozik a jó kívánságokhoz. Thank you.
strandröplabda bajnokságot szervezett a Vághídnál a Hello Guta szeptember 9-én. A versenyre 8 csapat nevezett az egész járásból, a döntőt végül a gútai Devils nyerte. Majstrovstvá plážového volejbalu prebehli pod taktovkou Hello Guta v nedeľu 9. septembra. V súťaži sa registrovalo 8 tímov, medzi nimi aj hostia z celého okresu. V finále však vyhral kolárovský tím Devils. Futbal. Kolárovo nedeľ 2-1. A mužstvo Kolárova získalo v tomto zápase veľmi dôležité 3 body. Mužstvo Dorastu zvíťazilo nad Želiezovcami 3-1. Labdarúgás. Nagyon fontos 3 pontot szerzett kitűnő játékkal a gútai felnőtt csapat. Guta negyed 2-1. Az előmérkőzésen az ifjúsági csapatunk szintén győzött Želiez csapata ellen 3-1-re. Köszöntöm a sportrovat nézőit innét a Gőg Kálmán stadionból. Ma 3 találkozót fogunk értékelni. A múlt heti újlotti találkozót, a hétközbeni lejátszott kupameccset Dubnica ellen, valamint a mait. És aki értékelni fog, az nem más, mint a csapat edzője, Máté Zsolti. Szerbos Zsolti, köszöntelek és fogadd a gratulációt a csapat és a neked is. Hát akkor kezdjük talán az újlóti találkozóval. Egy mondatot. 3 pontot sikerült bezsebelnünk kintről, ez nagyon kellett. Így van-e? Miben voltunk jobbak újlóton? Igen, a hodosi pontvesztések után úgy mentünk újlótra, hogy 3 pontot vissza kell szerezni. Örülök neki, hogy ez így is történt. Azt hiszem, hogy egész mérkőzés során fölényben játszottunk, ez a helyzetekben meg is mutatkozott. Az első fél időben még nem sikerült kihasználni ezeket a helyzeteket, de utána a második fél idő elején gyors 2 gólt rúgtunk, azzal azt hiszem, hogy el is dőlt a meccs, és még a hátralévő részében a mérkőzésnek még voltak helyzeteink, akár nagyobb arányú győzelmet is arathattunk volna.
Hétközben játszottunk egy kupamérkőzést a Szlovnaf keretén belül, ahol a második ligás Dubnica csapatát fogadtunk. Ez a kupa, ez mit jelent számunkra? Kiestünk, igaz, mert 4-0-ra kikaptunk, de azt hiszem, hogy egy magasabb osztályú ellenféltől ez nem szégyen, és a srácok esetleg összemérhették magukat egy más kvalitású játékosokkal is. Te hogy láttad ezt a találkozót? Igen, ebben a Szlovnaf kupában is szerettünk volna, tehát szerettünk minél messzebb eljutni. Az első két fordulót vettük, és itt a harmadik fordulóban Dubnica csapatát fogadtuk. Itt már azt hiszem megmutatkozott az a két osztály különbség. A csapat első félidőt jól lejátszotta, sőt még a második félidőben volt egy negyed óra, 20 perc, amivel azt hiszem, hogy elégedett is voltam. Utána sajnos már megmutatkozott a második ligások fölénye, és elveszítettük azt a meccset végül, de lényeg az az volt, hogy ilyen erős ellenféllel is tudtunk játszani. Térjünk vissza akkor a mai találkozóhoz. Negyed labdarúgó csapata, a nagy rivális. Készültetek esetleg valahogyan erre a negyedi csapatra? Igen, nagyon sokat beszéltünk róla a hétközben, mert a Guta negyed, negyed Guta, ezek a mérkőzések mindig nagy derbi összecsapások voltak. Így is hangsúlyoztam a fiúknak, hogy muszáj 100%-ot nyújtani, pláne hazai pályán. És hát mind ismeretes a mi csapatunkban, ugyanúgy a negyedi csapatban is sok vágsei játékos szerepel, úgyhogy a fiúk ismerték egymást, és örülök neki, hogy így sikerült. A 35. percig egy jó mezőnyjátékot láthatott a közönség, aki meg is hálálta a mai győzelmünket. 35. percben viszont egy gólt kaptunk. Ezután 1-0-as hátránnyal mentünk a öltözőbe. Mit mondtál a srácoknak az öltözőbe? Igen, ott az első fél időben egy szöglet után, ismét hát egy beadás után kaptunk gólt. Kapus egy kicsit szerencsétlenül nyúlt bele abba a labdába. De aztán a második fél időben azt hiszem, hogy sokkal jobban játszottunk, mint a vendégcsapat. Az öltözőben azt mondtam a fiúknak, hogy többet kell hajtani, muszáj többet futni, mert ez nem elég, ami volt az első fél időben, és örülök neki, hogy a középpályát is uraltuk, és nagyon sok támadást vezettünk. Máté Zsoltinak köszönöm az értékelést, kívánok nektek Nyitra körtvélyesen, ahova utaztok, sok sikert, és a továbbiakban gyűjtögessük a pontokat, hisz szükség van rá. Minden éven Gútán halad át a nagy népszerűségnek örvendő Picobike maraton biciklis versenymezőnye. Hegyi és úti kerékpár kategóriában méretteti meg magát a Komáromból rajtoló több mint 200 versenyző. Cez Kolárovo vedie trasa obľúbeného Picobike maratónu. Je to cyklistická súťaž v kategóriách horského a cestného bicykla, ktorá sa začína v Komárne. Na štartovaciu čiaru sa tento rok postavilo viac ako 200 cyklistov. A 7. Picobike maratonon vagyunk. Ez itt egy frissítő állomás Gútánál. Azért ide tettük ezt az állomást, mert itt mindegyik táv átmegy. A mérőállomás csiprendszerrel működik, ami azt jelenti, hogy Komáromba, az Apáliba, ahonnan indulnak, ott van a nagy berendezés, és itt áthajtanak egy mérőműszeren, ami jelzi, hogy itt mindenki áthalad. Három táv van. Az egyik az a Montis táv, ami 55 kilométer, van egy road, ami 45-47 kilométer, ez a egyszerű bringásoknak, van a hétköznapiaknak, és van egy külön kategória, a race, ami a versenybringásoknak van, és ez 57 kilométer. Természetesen díjazva vannak a gyerekek is külön, díjazva vannak a felnőttek, és a senior kategória is kap még a végén diplomot. Én Panyi Ágota vagyok, és az egyik szervezője, vagyis hát részvevője ennek a versenynek. Magyarország, Székesfehérvár. Hányadik alkalommal tetszik itt lenni? Ez az első alkalmam. Nagyon jó ez az út, nagyon tetszik. Sík, egyenes, vagyis a kátyú mentes, bár Magyarországon is ilyen sok és jó út lenne. Ez egy fekvőkerékpár, vagy ha úgy jobban tetszik, rekumbens, sokkal kényelmesebb, igazából
úgy fogalmazhatnék, nem gyötri meg a testet semmilyen módon. Tehát hosszú távon, mintha otthon a fotelba ülnék, csak egy kicsit dolgozom is. Napi szinten kerékpározok, jellemzően csak a munkába oda-vissza, de a kisebb túráktól egész a 200-220 km per napos túrákig sok minden előfordul. Na, nem baj, megyek. Jó út, azt is köszönjük. Köszönöm. 1974-es favorit F1-es. Valójában fel lett újítva, az alkatrészek, amiket rajta volt, azt meg, úgy találtuk a vázat. Tehát ami rajta volt, az föl lett polírozva, mert méregdrágák még használtan is. Aztán egy kis projekt volt felhajtani a maradék alkatrészeket. Eltartott vagy egy évig az egész bicikli összeragása, de végül is visszahoztuk úgy, ahogy valamikor kinézett. Mondjuk a festés az új, az levonók újak, és a gumi az új, a többi az mind az eredeti. Úgy, hogy ki volt találva. A csehszlovák dressz az is valójában ilyen nemzeti színekben lévő dressz, mert ezt a nemzeti sportolók, csehszlovákia nemzeti sportolójai használták ezt a biciklit. Az F1-eset. Apukám mondása szerint én előbb ültem kétkerekű biciklin, mint jártam volna. Úgyhogy régi, régi dolog ez, igen. Örök álmom volt az a bicikli, egyszer majd hanad leszek. Picobike már 7. alkalommal van, én mind a heten részt vettem, és a 40 plusz kategóriába megyek. Az idején megvolt a Balaton 216 km, de ilyen napi 130-150 nem okoz gondot. A gútai Spantex szőnyegüzletben 200 négyzetméteren, óriási választékkal 1991 óta várjuk vásárlóinkat. Szakképzett és kedves eladóink segítenek kiválasztani a legmegfelelőbb szőnyeget, talajgumit, laminált padlót és a hozzájuk tartozó kiegészítőket. A házhoz szállítást és a munka kivitelezését is ránk bízhatja. Spantex. Minőség. Olcsón. Műsorunk végén a Szkola Privata évnyitóján készült Vadkerti Zsapka Sipos Trió csodás koncertjét tekinthetik meg, majd ezt követi a Gútai Gyermekszínjátszó csoport Indul a Bakterház című előadása. Jó szórakozást, viszontlátásra a jövő héten! Záveri nášho programu vám ponúkame záznam koncertu tria Vatkerty Žabka Šipoš, ktorý sa uskutočnil pri príležitosti otvorenia školského roka v Skola Privata a za ním bude nasledovať predstavenie Kolárovskej detskej divadelnej skupiny Indula Bakterház. Prajme vám príjemné sledovanie. Dovidenia o týždeň.